A júliusi hőség és a hosszantartó szárazság megviseli a szóját. A növény a nagy melegben úgymond ledobta a virágait, és a megszokottnál jóval kevesebb hüvelyt formált. A szakemberek szerint, amennyiben marad az ilyen idő, akár már augusztus közepén is megkezdődhet a betakarítás. Becslések szerint átlagos lesz az idei termés. Szerda hajnalban körzetenként 2-től 15 milliliter csapadék hullott Vajdaságban, de ez csak átmeneti felfrissülést jelent a növényeknek. A magtelítődésen nem sokat javít. Hogyha minden nap jönne egy olyan 2-3 milliliter eső, az nagyon jó lenne, de sajnos úgy néz ki az előjelzés, hogy az egész július hónapunk igenis száraz és meleg lesz, tehát valójában rekordkukorica terméseket nem számíthatunk, rekordszója termésekre úgy szintén. Sőt, amilyenek ígérkeznek most a föltételek, főleg Bánátban, ahol kicsikét gyengébbek a földek, kötöttebbek a földek, és ott már a kukoricák konkrétan már elkezdtek fölfelé, elkezdtek száradni, elkezdtek az alsó levelek sárgulni, azokon valójában örüljünk, ha valami termést tudunk majd betakarítani. A forróságot a kukorica sínyli meg a legjobban, csak a korai hibrideknél elfogadható a megtermékenyítés. A későbbieknél akár 100%-os termés kiesés is lehet. Nedostatak vode se vidi u porastu biljaka, ali visoka vazdušna suša, velike temperature su uticale na lošiju polinaciju i oplodnju. Možete videti pogotovo na kukuruzima koji su kasnije sejani u nekim kasnijim rokovima setve, da kažem druga polovina aprila, oni će proći dosta lošije od ranih setvi i pogotovo hibridi koji su 500, 600 i 700 FAO grupe zrenja. A szakemberek azt mondják, hogy a búza, árpa és az olajrepce tarlókat mielőbb ugarolják fel a termelők, mert ezzel a nyári talajműveléssel védik a talaj nedvesség háztartását.